Shalom, Amir Czárfáti vagyok. Élőben jelentkezem Galileából, otthonról. Nem is tudom, hogyan közöljem ezeket a híreket. De az eddigi információink alapján nagyon nagy esély van arra, hogy Yahya Sinwar, a Hamas vezetője, ki lett iktatva, de képzeljétek el, még csak nem is őt céloztuk meg. Rafa térségében harcok zajlottak izraeli katonák és terroristák között, és úgy tűnik, hogy három terroristát egy egyszerű izraeli katona egy aknevető lövedékkel megölt. Mikor közelebb ment a testekhez, nem hitt a szemének, mert az egyikük 100%-ban úgy nézett ki, mint Yahya Sinwar. Készített néhány fotót, elküldte a parancsnokainak, akik szintén megdöbbentek, és tovább küldték a legfelsőbb parancsnokságnak. Jelenleg azt próbáljuk valahogy kideríteni, hogy a testből DNS-t nyerjünk ki, hogy biztosan menjünk, mert megvannak Yahya Sinwar orvosi feljegyzései, mivel izraeli börtönben volt, izraeli kórházban is kezelték. Szóval pontosan tudjuk, hogy a fotók olyanok, mintha mesterséges intelligencia készítette volna őket, annyira tökéletesen őt ábrázolják, ezért sokan közülük én is azt gondoljuk, hogy ez nem lehet valós, de úgy tűnik, hogy mégis. És minden erőfeszítésünk ellenére, amit Yahya Sinwar megölésére fordítottunk, valaki véletlenül megölte. Nem véletlenül, inkább szerencsével. Ez egyáltalán nem volt célzott támadás. Még mindig vizsgáljuk a fotókat, és ez volt a nehéz számomra, mert a fotó 100%-ban úgy néz ki, mint ő, és azt hittem, hogy a mesterséges intelligencia generálta őket, mert ő az. Miért lenne a föld felett egy alagútból kijöve Rafa környékén sétálgatva? Nos, úgy tűnik, hogy már nem tudott tovább a föld alatt maradni. Végül előjött, mert Izrael Rafa területén van, Amerika és a világ akarat ellenére. Ne felejtjétek, minden szem Rafára szegeződik, mert mi ott vagyunk. Kiiktattuk őt. Hölgyeim és uraim, újra Yahya Sinwar, a Hamas vezetője, véletlenül ki lett iktatva. Véletlenül mondom, mert az izraeli hadsereg ölte meg, de soha nem gondoltuk volna, hogy ő az. Ez csak egy újabb incidens volt a sok közül, ahol terroristákat lőttünk. És amikor megvizsgáltuk a három holttestet, az egyikük ő volt. Ki gondolta volna, hogy ennyi felszereléssel, infrastruktúrával, műholdakkal, hírszerzési erőfeszítésekkel, mindennel egy egyszerű katona, aki egy aknavetőt lőtt ki, véget vetett a Hamas vezetőjének életének. Reméljük, hogy először is megerősítést kapunk, és reméljük, hogy Gáza végre megérti, itt az ideje az összes túsz kiszabadításának. Biztos vagyok benne, hogy jó jutalmakat fogunk felajánlani nekik, és lezárjuk ezt az egész gázai történetet. Itt az idő. Ez valami fenomenális, ismétlem. Hölgyeim és uraim, ha most csatlakoztatok hozzám, egy izraeli katona nem tiszt, nem különleges erők tagja, semmi ilyesmi, csak egy katona, aki egy parancsnoki iskolában kadét, egy egyszerű tűzharc során terroristákkal Rafában kilőtt egy aknavetőt, és véletlenül megölte Yahya Sinwart, a Hamas vezetőjét. És métlen véletlenül, mondom, mert nem célzott merénylet volt, ahol tudtuk volna, hogy őt öljük meg. Nem 80 tonna robban
robbanóanyaggal, mint Nasrallah-nál, vagy Mohammed Def-nél történt, hanem egyetlen aknavető lövedékkel. Mortar shell. Nézze be hoc? Tiszta kell. So folks, tehát we are again ez egy hihetetlen, hihetetlen hír. A legjobb hír a háború kezdete óta. Nagy esély van rá, hogy Yahya Sinwar meghalt, és a legmegdöbbentőbb az, hogy még csak nem is szándékoztuk őt megölni abban az incidensben, mert fogalmunk sem volt, hogy ő az. Csak egy incidens három terroristával, ahol egy egyszerű izraeli katona kilőtt egy aknavetőt, megölte őt, és amikor megvizsgálta a testeket, rájött, hogy az egyikük Yahya Sinwar. Egyébként a fotó fent van a Telegram csatornámon, ott láthatjátok, őszinte leszek, kételkedtem ezekben a hírekben, amikor ezt hallottam, kételkedtem, de most úgy tűnik, mindenki komolyan veszi, mert ezek olyan hírek, amiket muszáj komolyan venni. Köszönöm nektek, Isten áldjon titeket, kérlek, osszátok meg ezt a hírt, viszlát.